Tolna vármegye és azon belül a névadó település is nyugodtan mondhatóan nyugalom szigetének, már ami a bűnözési statisztikákat illeti. A helyi rendőrös munkatársai ugyanis egész évben teljes erőbedobással dolgoznak azon, hogy a helyiek és a környéken élők valóban biztonságban érezhessék magukat. Nem volt ez másként 2022-ben sem. Minden területen meg tudtuk tartani gyakorlatilag, mind bűnügyi, mind közvetlenvédelmi, mind pedig a közlekedés biztonság szempontjából meg tudtuk tartani az előző évhez elvárt számainkat, amit magunk elé támasztottunk, igazából van, amin még javítani is tudtunk, de gyakorlatilag minden eredmény úgy alakult, ahogy szerettük volna. Tolnán nagyjából két évvel ezelőtt közlekedési munkacsoport alakult az önkormányzaton belül. A szakértőkből álló testületben a rendőrség helyi munkatársai is helyet kaptak. A cél az volt, hogy racionalizálják az utakat használók számára a helyi KRESZ szabályokat. Gyakorlatilag Tolnán egy átfogó közlekedés szervezés történt az elmúlt időszakban, bár a bevezetése most már lassan egy éve megkezdődött, de ezt előtte egy komoly munka előzte meg, amelyet egy önkormányzat által felállított munkacsoport hajtott végre, amelynek a vezetője a polgármester Ulbert Zoltán vezetésével történt. Be voltak szakmai szervezetek, polgárőrség, rendőrség, tehát így a rendőrség részéről is delegálva lettünk, aki ebbe nyilván szakmai szempontból próbált segíteni, vagy úgymond élhetőbbé tenni a közlekedést Tolnaváros területén. Szinte az egész város ugye fel lett osztva részletekre, ami minden egyes részt egyenként meg lett vizsgálva. Ennek alapjául egy csomó utca egyirányúsítva lett pont azért, hogy könnyebben elférjenek az autók, egymás mellett szükek voltak az utcák, muszáj volt az egyirányúsítás, parkolási rend át lett kicsit alakítva. Most ez az emberek nyilván volt ideig hozzászokni, mert fokozatosan, tehát részenként lett település, részenként lett ez bevezetve, tehát nem egyszerre lett oda öntve a tolnai közlekedők elé, hanem fokozatosan lett bevezetve. Ami azt jelenti, hogy először egy településrész, majd utána az követő településrész, és szép fokozatosan hozzászoktak. Vagyis az átszervezésből komolyabb fennakadások nem voltak, és várhatóan már nem is lesznek. Úgy látom, hogy hozzászoktak nyilván, aki pedig nem szokott hozzá, ott pedig a rendőreinknek muszáj már szankcionálni, tehát őnekik is kormányrendelet és egyéb jogalkotó vagy jogszabályok alapján kötelezettségük van ebben kapcsolatban, maga jogszabályok betartatásával kapcsolatban. Tolnát Szekszárd irányából a 6-os út határolja, Dombori felé pedig az 51-12-es halad át a városon, de itt az M6-os és az M9-es is, mondhatjuk tehát, hogy a település nagyforgalmú utak közvetlen közelségében fekszik, ezért itt különösen nagy hangsúlyt kell fektetniük a rendőröknek a közlekedés biztonságra. Ami ugye Dombori fele vezet, ami az 51-12-es, azon olyan túl nagy változások nem lettek. Onnan a behajtások a szűkebb utcákba, amik le lettek korlátozva gyakorlatilag 7,5 tonnára, hogy ne telephelyként használják az utcákat a nehéz tehergépjárművek. Tehát maga az út, tehát a főútot nem érintette a korlátozás változás. Parkolás szempontjából némileg itt a központi részt, de az pedig előtte is már hasonló mód működött a parkolás. A közlekedés biztonsági szempontból pedig, amire számítani lehet, hogy tehát fokozottan ellenőrzik kollégáim, és ezt évszaktól függetlenül, tehát nem csak a tavaszi, nem csak a nyári, és nem csak az idegen vagy a turisztikai szezonban a biztonsági öv használatát. És ezt is nyilván azért teszik, hogy minél kevesebb, már egy halálos baleset is nyilván sok, de a halálos baleseteket meg tudjuk előzni, és a súlyos sérülések kialakulását is. Ezért tehát egész évben kiemelten ellenőrzik a városban és annak környékén az ittas vezetőket, a biztonsági öv, valamint például a gyerekülés használatát. Tolna járás területe tartozik gyakorlatilag
hozzánk. Ez magába foglalja ugye Tolna-Mős településrészt is, Fad, Fácánkert, illetve Bogyiszló, és ehhez tartozik, mi ugye van egy turisztikai üdülő területünk, a Dombori, ami inkább a nyári időszakban június elejétől és augusztus 20-áig, vagy augusztus 31-ig ad fokozottabb feladatot, de ennek ellenére nyilván a téli időszakban is a lakatlanul hagyott nyaralók és egyéb javaknak a megóvását próbáljuk fokozottan ellenőrizni, illetve a Nagy-Dunának egy része, ahol szintén nyaralóvezetes részek vannak, Doromlás, Homoki Rámpa, Bónifok, Kék bezárólag egészen a Siózsilipig, a Tolnai rendőrs illetékességi területéhez tartozik. Ez összességében egy ilyen 16-7000 lakosú vagy főt érint. Tolna víziváros, ezért itt nagy hangsúlyt kap az élővizek védelme is. A rendőrség munkatársai ebből is jócskán kiveszik a részüket. Hála Istennek a helyi önkéntes és hivatásos halőrök, tehát nagyon sokat segítenek benne, mi is segítünk nekik, tehát úgy gondolom, hogy ez is visszaszorult minimálisra. Tolnán tehát a helyieknek nincs okuk panaszra, ami a közbiztonságot illeti. A rend őrei ugyanis mindent megtesznek értük, és a vagyontárgyak védelme érdekében.